A Panna Csajok se többi mai adásának vendége Görög Ibolya protokollszakértő szakértő, és nagy fejszébe, vagy, vagy nagy fába vágjuk ma a fejszénket, mert az élet szeretetéről és tiszteletéről szeretnélek kérdezni. De jó. Én úgy tudom, hogy nyugdíjasként is azért eljársz közösségekbe, és pont erről beszélsz, hogy hogy kell szeretni az életet. Igen, mert ahogy az ember kezd megöregedni, akkor egyre inkább érzi azt, hogy ez már kifele Tehát, uh -huh. Tehát, hogyha meghagyom magam, hogy ilyen napon van, akkor azt úgy, ahogy van, kalapkabát elvesztem. Minden napot meg kell nyerni. Tehát legyenek apró örömök, nem kell várni a boldogságot, hogy ma jön nekem fehér lomon, hanem minden nap azért annak kell örülni, amit éppen apró kis, de szép ez a virág, vagy mit tudom én, fölhívott a barátom, vagy valami, ami apró örömöket, vagy én mondjuk azt, hogy milyen jó sikerült a tejszínes csirke tegnap. Szóval mindig meg kell találni, és nekem az, az Isteni, nem is tudom honnan ilyen divina machina, hogy én 99 ősze óta folyamatosan dolgozom. Tehát előadásokat tartok, és amikor ott áll, kiállok, és ott van nekem 50-60-100-500 akárhány ember, és a szemükből látom, hogy baromira örülnek nekem. Az úgy föltölt, hogy utána tudnám arrébb vinni a Gelért is. Tehát egyszerűen érdemes élni. Az ember, amikor tud adni, akkor érdemes élni. Csomóan ilyenkor ha hallgatnak téged össze, hogy jó, jó, de. Nem. Ne is mond az a de. Bitt jön valaki, oda jön hozzám a szünetben, hogy valami problémája van, elmondom neki, hogy szerintem így old meg. Azt azért nem mert akkor mondok neki még egy megoldás. Hát azt meg azért nem mert. Mondom, akkor tudod, mit találj ki valamit, ott hagyom. Tehát nem engedem magam depresszívbe átvinni. Én próbálok segíteni, ha nem akarja, van olyan, aki az Isten se tud segíteni, mert nem is akarja. Tehát aki annak, annak örül, hogy neki fáj, neki ez, veri az ura, vagy én nem tudom, mit. De aki abban éli ki magát, hogy állandóan panaszkodik, és csodálkozik, hogy magányos. Hát ki szereti azt, aki panaszkodik, nem? Hogy kezded a napodat? Én nagyon korán ébredem, én ez a pacsirta típus vagyok, hogy reggel friss este már nem, és akkor föl kellek olyan fél hat fel, akkor lemegyek, lezuhanyozok, tehát a szokásos fogmosás minden, és lemegyek járni egyet. Azt nem mondom, hogy hogy ilyen nagyon sportosan, hanem, hanem úgy megyek. Tudod, én nem tudok lassan sétálni, hanem úgy megyek. És akkor egy fél órát járkálok, haza megyek, megreggelizem, beviszem a tálcán, a tv -el, és akkor utána megregelizek, és utána indul a nap. Hogyha nincs erőadásom, akkor olyan 11 fél, 12-ig írogatok, levelezek, tehát amilyen irodai munkát megcsinálom, megebédelek, és a nyugdíjaskor aranyfénypontja, egy után lefekszem aludni egy fél órát. Oh, De sziesta. hogy az milyen, fa? nem kell szabad sokat, az ember, belehűl, hanem az a fél óra. És akkor fölébredek és akkor újra indul az élet, olyankor leszek nyugdíjas. Olyankor már telefonon se jó, ha hívnak már, akkor szeretek úgy lazulni. Akkor tévézek, olvasok, nagyon szeretek olvasni a mai napig is, még időnként kötöggetek, hát szeretek, csak nem tudok, nem mindegy, de lefoglalja a kezem. És akkor este még a híradók, utána egy valami kis ö, ö, esetleg program, hanem akkor olvasás, és akkor olyan kilenc óra fele meg Elalszom, fél tíz. Én korán kedek, korán fekszem. Hát mondhatod, hogy te pacsírta vagy, ugye? Van, aki bagoly. Van, aki azt látja, hogy a, a poharunk félig tele, van, aki azt látja, hogy félig üres. Ez hogy lehet megfordítani? Hogy az mindig félig tele. Én azt próbálom az embereknek átadni, hogy, hogy ne sírast az életed. Mert mindenkinek vannak problémái. Nekem ma reggel például beszakadt, vagy cipődött az idegem. Alig bírok járni. De hát ez kit érdekel? Tehát az ember próbálja kihozni azt, amit csak lehet ebből az egészből, mert mindenkinek van baja, csak nem szabad azt nézni, hogy mi a rossz. Mert ha azt keresem állandóan, hogy mi a rossz, akkor, akkor tényleg az egész rossz lesz. Tehát valami jó biztos, hogy mindig van. És az embereknek ez az, hogy, hogy, mondják, hogy minden fejben dől el, kivéve a létre. Tehát, hogyha ő, ha ő agyban eldönt, hogy már pedig én nem fogok többet panaszkodni, már pedig én szeretni fogok élni, az tud. Nagyon sok objektív dolog van persze, például mit meghalt a férje vagy a felesége, tehát vannak olyan dolgok, amikor, amikor elveszte a gyerekét, tehát vannak dagények, de például van egy aranyos kedves férje, Facebook barátném, akinek nagyon nagy szerelme volt a férje, és tavaly meghalt. De ő ugyanúgy a kertet csinálja tovább, ugyanúgy a cicákkal el van, tehát keresi az életben azt, ami, ami még szép maradt. Meg hát célok kellenek ez, ebben a mondatban, az is benne volt. Pontosan, a, a célokat meg úgy kell megszabni, hogy nem ilyen teljesen ilyen utopisztikusan, hogy az a célom, hogy majd pihennek a Maldív szigetekkel. Szóval nem, nem szabad túllőni a célon, hanem az, én azt mondom, hogy minden nap az a cél, hogy mikor este lefekszel, azzal feküd le, hogy ó, jó napom volt. Tehát ez lenne a cél, és ehhez az eszközöket meg magunknak kell megtalálni. Ez most nagyon ilyen fellengzős beszélne, beszédnek tűnik, én tudom, hogy ilyen prédikációnak, de én, én, én ebben annyira hiszek, és annyira így élek, hogy én ezt őszintén adom át mindig. És nekem ott, ott vannak az emberek előttem, és látom, hogy hogy úgy meggyőznek, és van, aki visszaér például, hogy milyen jót tettem vele, hogy ezt mit tudom én, hogy meghallgatta. Tehát ha, aki akarja, hogy segítsenek rajta, azok, azokon én tudok segíteni. Milyen fogózókat <hül> ajánlasz ehhez? Hát mindenképpen az olvasást, mert az, az unalom az mindenkit belevisz az elkeseredésbe. Hmm. Az unatkozós, magából forduló ember az csak sír. Tehát mindenképpen a könyv. Mert a könyv az az, 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 az embernek könyve átmegy egy másik világba. És akkor már mindjárt másképp él. Vagy elmegy egyet -egy, egy -egy járkálni egy sétán. Kivel menjek sétálni. Egyedül. Menj el ki a legközelebbi parkba, nézd meg, hogy eszik a, hogy eszik a kis veréb, vagy mit tudom én, hogy nyílik a virág. Vagy menj el egy bevásárlóközpontba, és, és nézz körül ki a kirakatokat, szörnyük, hogy hogy néznek ki a kamaszok. Tehát valamit, valamit muszáj megmozdulni. Tehát az soha nem jön be az ajtó magától. Amikor te elkezdted a, 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 a protokoll, munkádat, ami azért jó pár évtizeddel ezelőtt volt, szemben azzal, ami mondjuk ma van, köszönhetően az online világ hatalmas elterjedésének, és szerintem egy kicsit annak, hogy jóval magányosabbak lettünk, jóval befelé fordulóbbak attól, hogy, hogy ennyire online éljük az életünket. A, a protokoll mást jelent ma? Mind ez az, ez uh, tulajdonképpen ez most két kérdés. Ez két kérdés. A kultúrának az a lényege, azért találták ki már az ősemberek is, hogy egy együttélésnek némi nemű szabálya legyenek, mm. hogy sikeresekké váljanak, mert aki nem alkalmazkodik valamennyire a befogadó közösségihez, azt nem fogadják be, és az éljen magába. Az online világ viszont azért nagyon fontos, és örülök, hogy erről beszélünk, mert uh, nagyon kell, nekem is van okos telefon, borzasztó okos, meg minden, nagyon kell, de soha nem szabad azt elfejteni, hogy első az az ember, akire ránézek, a szemkontaktus, mert ő a, ő a legfontosabb. Tehát, amikor valakivel leülök, és ő kirakja a mobiltelefonját, akkor azzal kezdem, hogy fontos hívást vár, hogy utaljak rá, hogy hát én vagyok itt, és ne pislogjon lefele, hogy jött ennek SMS. Tehát az emberek azt felejtették el, hogy együtt kell élni. És érdekes módon a COVID azt hinni az ember, hogy erre még rátett egy lapáttal. De nem. A COVID alatt jöttek rá az emberek arra, hogy mondjuk egy közösségi oldalon, mondjuk, egy Facebookon is ki tudnak teljesedni, elkezdenek beszélgetni. Tehát ha más nem, ha nem is személyesen, legalább virtuálisan egymásra figyelnek az emberek. Én ezt nem tartom rossznak. Amit rossznak tartok az az, hogy, hogy annyira függőké váltak a mobil, mobil függőségi az emberek, hogy csak az létezik. Tehát bemegy a busz alá, meg, meg nem, csak az létezik. Egy család leül vacsorázni, és minden négyen mondjuk a saját ketyerejüket nyomogatják. Hát milyen szomorú az. Az emberek elfelejtettek beszélgetni. Mondjuk a Facebook, amivel írásban van, ott nyilván reagálnak rá, de élőszóban majd figyeld meg, hogy beszélgetnek ma az emberek, hogy és akkor én vagy nekem meg. Tehát nem tesznek föl kifejtő kérdéseket, pedig az a titka az egésznek, hogy olyanokat tegyek föl, amit, ami őt, őt érdekli. És ha már beszélgetnek, akkor már nem fog lesz érdekes a telefon. Tudom, én most széllel szembe megyek, mert most minden az online világban zajlik, én ezt tudom. Meg az a mesterséges intelligencia is. Hát ettől féltem legjobban. Van egy nagyon jó könyv, a Harajnak a könyve, a Sapiens és az emberiség története, és utolsó fejezet az pontosan az, amikor a gép átveszi az ember irányítását. Az horror. Az horror. És ott tartunk, hogy most még ennek örülünk is. Tehát én azt nem értem, hogy az emberek miért akarják egymást elveszteni. Miért gyorsultunk föl annyira, hogy elmegyünk egymás mellett, anélkül, hogy köszönnénk például? Hát ez is az álmok egy része, amire ugye az előbb egy picit utaltam, tehát a közösségek hiánya vagy egyáltalán a, a beszélgetés hiány. Az emberek nagyon éhesek arra, hogy, hogy egy jó tudjanak beszélgetni, és kapcsolódni tudjanak. Ezért van, orvosi rendelő várószobája van, ott legalább beszélgetnek. Egyébként azért már mindenki kíváncsi, mindenki szeret magáról beszélni. Te leülök a buszon egy idő, idő, mondom én, hogy egy idős hölgy mellé, és szólok neki, hogy mit szól, milyen jól gyorsan jött most ez a busz. És rám néz, és kivirul, és már három megalomba tudom, hogy a gyerekei Kanadában laknak, már mindent tudunk. Az emberek imádnak beszélgetni, mm -hmm. csak már lassan, nagy nem is nagyon mernek. Mert annyira az korszellem az, hogy minden az online, hogy el is felejtenek, felejtenek beszélgetni egymással. Pedig az mindenkit kinyit. Én mindenkivel beszélgetek, mert hagy már, legyen már egy jó napja, hogy valaki szólt hozzá egy szót. És az elmagányosodás az pedig megint csak, ahogy mondtam, hogy az, az döntés kérdése. Hogy én magányos akarok lenni, vagy nem akarok magányos lenni. És ha nem, akkor mit tudok azért tenni? Mondom, ajándékban el senki nem kapja meg. Mert ugye az egyedüllét és a magány között hát, hatalmas ó, a szakadék. Én imádok egyedül élni. Én egyedül élek már 82 óta, és ezt én imádom. Hogy minden ott van, ahol leraktam, rend van, vizé, fotelba, föl a lába. Szóval én nagyon-nagyon már sokszor előadásban például valahol Zalaegerszeg, vagy, vagy Gyulán vagyok, uh -huh. és akkor hazaérek hullafáradtan. Én már nem is nagyon szeretnék, hogy senkit körbeugrálni. Tehát én nekem nagyon jó a magány. De én ezt élvezem, mert te soha nem... hogy bírod egyedül, Ibolya? Állati jól. Szóval én ebben nem, nem szabad belefelejtkezni. Van egy ilyen mondás, hogy 45 fölött kétszer örülünk egy meghívásnak, amikor kapjuk meg, amikor lemondják. Ezt ismerted, ezt a mondást? Nem ismertem, úgy ismertem, hogy kétszer örülünk a vendégnek, amikor jön meg, amikor megy. Na igen, de hogy ugyanez, de hogy amire ezt most felhoztam, az a, az a valahogy elvesztettük a, a spontaneitást. Tehát régen azért, de lehet, hogy ez csak a fiatalkor jellemzője, hogy hogy bizony így sodrottunk a nappal jó értelemben, és akkor jött valami, hogy na, akkor csináljuk ezt, egy hirtelen ötlet, és mindenki eldobott mindent, is csinálta. Most pedig ilyen két-három héttel előre megbeszéljük azt, hogy találkozzunk, ami bizonyos esetekben normális, de hogy nekem hiányzik az a fajta spontaneitás, hogy, hogy éppen olyan hangulatban vagyunk, éppen úgy alakul a nap, megtehetnénk, de nem tesszük. Hát én nem tudom te, hogy vagy vele, de én, hogyha nekem azt mondaná valaki este hatkor, hogy öltöz, megyünk ide vagy oda, én már nem mennék. Tehát az ön, egy id egy idő után, akkorra jön az, hogy az ember szereti a saját a mikrovilágát kényelmesen élni. Ezért én azt, hogyha legalább megtervezzük, hogy akkor holnap után találkozunk, uh -huh. akkor az ember arra, mint a kis, a kis hercegben a Róka, föl tud készülni arra a találkozásra, hogy majd találkozunk. Vagy jönnek vendégek, imádom, ha jönnek, én imádok sütni, főzni, terítés, minden megvan, hogy ott van az talostál a, azt az, minden meg van a helye jönnek a vendégek Eszünk, iszunk, baromi jól el vagyunk, kávézunk, beszélgetünk, és akkor már mondom, hogy már most el kéne menni. Szóval, amikor már úgy vagyok valahogy úgy, úgy lefújt. Uh -huh. De az egész rákészülés az az, ami tulajdonképpen nagyon fontos, hogy az ember rákészüljön az eseményre. Ez a pont, én nem is tudom, hogy én azt olyan 20 éves koromban, hogy bírtam, hogy hajnali négyig ment a buli, és akkor másnap mentem, vagy főiskolára, vagy dolgozni, attól függ, hogy hogy bírtuk azt. Hát persze más az ember fiatalon, és másképpen pezsek. mondjuk én azt ma már nem bírnám, de, de egyébként szívesen eljárok már színházba elmenni, egy koncertre elmenni, boldogan elmegyek, de nem rendszeresen, tehát az nekem már ünnepnapnak számít. Milyen apró dolgokat tudunk mit csinálni, hogy a környezetünk egy kicsit vidámabb, meg, meg pozitívabb legyen? Gondolok itt, ami eszembe jut, hogy amikor elkerültem Amerikába, úgy csodálkoztam, hogy mindenki vadidegen emberek rám néznek és mosolyognak, ami egy teljesen új keletű dolog volt, és mennyi. Mennyire jó, nem? Mennyire Persze. jó, hogy ránk mosolyognak. Ez úgy van, hogy mikor... Kijön valaki a lakásából, és találkozik a szomszédasszonynal, vagy szomszédemberrel, nem csak rá köszön, hanem jó napot kívánok, olyan régen láttam, jól van, de jól néz ki, vagy valamit pozitívat mondjuk. Mondják, hogy ez olyan buta amerikai szokás, de nem. Ha az ember jót mond valakinek, akkor őnek is jó érzése lesz tőle. Tehát ez ilyen kölcsönös. Tehát egy, egy pár szót szólni a másikhoz, vagy kialakítani a kis mikrovilágunkat például a piacon. Van a Misia, hentes, nem. van a Laci a, 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 a baromfis, van Marika a zöldséges, van a savanyúságos érzéke, és akkor én ők, velük, ha más nem, odaintek, púsz, majd jövök, szóval valami ö, mi, a mikrovilági kapcsolatokat, mert nem lehet elvárni, hogy mindenki mindenkit szeressen. De az, hogy én, akik engem körülvesznek, azok, azoknak én jó érzésük vagyok, az nekem is egy borzasztó jó dolog. Persze. Tehát nem szabad megvárni azt, hogy hogy rátörjön az, hogy magányos vagy arról tetehetsz. Tehát ide, igyekezni kell lépéstől lépésre bekapcsolódni a másikokhoz, vagy mit tudom, a reggel a kutyások, imádom, hogy korán megyek uh -huh. sétálni, mennek le a kutyások. Egyik házból, másik házban, lakótelepen laknak, de ott összejülnek, és elkezdenek öten-hatan dumálni. Kutyák szanaszét szaladgálnak, az az öt-hat embernek a reggele úgy indul, hogy már egy jót beszélgetett. Tehát sajnos ezek a kis csoportok úgy, úgy eltűntek. Nem, nem, emberek nem járnak össze kártyázni már olyan nagyon. Tehát nem, nem ez a kis tévé előtti ősvilág. Mi nem járunk össze? Mit Mert történt? ott a tévé az sokat elvisz az emberektől, az este a tévénézés. Tehát sokat elvisz. Egyébként alakulnak a dolgok, mert már járnak össze. Például sokszor megyek vidéki városokba is, alakulnak ilyen kis civil klubok, uh -huh. hogy összeülnek, és akkor ott, ott, vagy mit tudom én, ilyen szenyor klub például, vagy pipázó klubja. Tehát az összeülnek ilyen kis tematikus körökbe, és akkor ott vannak 20-30-an, beülnek a presszóba, és jól el Vagy Pesten is tudok egy-két olyan minikörről, mint a könyvbarátok köre, van egy Facebookos barátnőm, aki ezt rendszeresen csinálja, hogy havonta találkoznak. Tehát ö, alakul, mert az emberek igénylik ezt. Csak ö, ennek utána kéne járni. Persze. Hogyha valakivel találkozom, és az azt mondja, mondjuk kinyújtja a kezét, és azt mondja, üdvözlöm, hogy van. Az a hogy van, arra, arra milyen választ kell adni? Köszönöm jól. Egyértelmű. Akkor is, ha nem jó. Akkor is, Tehát ha akkor nem, nem, kell elkezdeni ő, ő nem a azért, nem azért kérdezi, ahogy van, hogy, te, hogy kíváncsi rád, hanem ő akar valami pozitívat hozzá még tenni a jó napot kívánokon hmm. kívül. Jó napot kívánok, hogy van? Köszönöm, jól örülök, viszlát. Tehát egy, egy picit pozitívabb lett az a beszélgetés. Mert ha hogy van, azt mondja valaki, hogy jaj, ne is mondja, hogy fáj a fej. Jézus, mert <laughs> rohan arrébb, tudod? Mert az senkit nem érdekel. Tehát az a hogy van, ez, ez egy ilyen ö, beszélgetést indít a generálók is mondatot, és nem kell komolyan venni. És mi a minimum ilyenkor? Kinyújtja ki a kezét kinek? Hát, hogyha férfi, férfi. férfi és nő van, akkor a férfi mutatkozik be a férfi köszön, és a nő nyújt kezét. És ha nem? azonos neműeknél pedig a idősebb nyújt nyújtva el egy előre. Ha meg nem, nem is kell kezet fogni, ez, egy, ez egy ilyen fóbia, ez egy ilyen porosz bürokráciában ránk maradt fóbia. Ha benül tíz, tíz férfi, 14. bejön, és még mindenkivel kezet nem fog, esik át asztalon fotelen, nem nyugszik meg. És akkor ugye mindenki föláll, nem áll, hogy zavart van már. Oda kell inteni, szemkontaktus ránézni, jó napot kívánok, hogy van, és akkor már nem kell a készfogás. Tehát ez túl, túl dramatizáltuk ezt. Meg ugye a pandémiában hogy nem volt a készfogás. És először ez a láb volt, csak gondolom mindenki megbillent a bajták, aztán ez a könnyű puszi. Egyik barátnőm mesél, hogy ott ment az orvoshoz. orvos jött fele így, ő meg belekarolt. Tehát, mert annyira hideg, idegen a mozdulat, nem kell, rá kell nézni és köszönni, és akkor nem kell már a kézfogása, tehát nem kell ezt annyira erőltetni. Tehát a szemkontaktus. Pontosan a ránézés. Tehát maszkban lehet kommunikálni, napszemüvegben meg nem, szoktam mindig mondani. Ó, ez milyen jó. Igen. Tehát a szemkontaktus. Persze az néz, Egy, pozitív arc kifejezéssel ránézni, és akkor már, már mindenkinek szebb lesz a világ. Kimegy be először az ajtó. Aztól fog az ajtó már nyílik. Ha én felém nyílik, akkor kinyitom, és előre engedem a vendéget, vagy egy férfi előre engedi a nőt. De ha amarra nyílik befele, akkor az alárendelt fölgyorsít, és belül tartja az ajtót. Tehát nem, nem így támasztja ki fel, ahogyan beférjen mellette, hanem előre, a férfi előrelépésben tartja az ajtót Aha. a nőnek, hogy a nő be tudjon jönni. Egy kivétel van a nyilvános helyek, tehát étterem, büfé, McDonald's, pressz, ilyesmi, oda mindig a férfi lép belsőnek. Be hát és nem, ezt nem tudja a, a veszély, párunk. A rá kell nézni nem? a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra, és akkor már ki is nyitotta. Tehát nyilvános helyre a férfi lépbe elsőnek. De egyébként pedig mondom, attól függ, hogy az ajtó merre nyílik. Egy aranyos sztori volt, még potokolfőnök voltam, és ugye hát a vendéget kísérem, francia nagykövet, és ilyenkor nem nő vagyok, hanem ugye a potokolfőnök, ajtót kinyitom, excellenciás úr, ó, nem asszonyom, tessék. Akkor nem kell, hogy de magam, meg tessék, meg minden akkor belépünk. Én meg átéptem a küszöböt, megálltam, megvártam még is, és megint kísértem tovább. Tehát az ajtó az, ugye, maga, az szóval nem kell ezt csinálni, hanem, hanem minél hamarabb esünk túl azon a, szituációon. De ha már itt tartunk, akkor ö, protokollfőnökként a különböző kultúrákat elég alaposan kellett ismerni, mert ami egyes kultúrákban udvarias, az a másikban udvariatlan, nem? Hát igen, nagyon sok olyan van, ami, ami el, az európai ságtól eltérő kultúra a uh -huh. jövendék. Az ember arra nyilván fölkészült, hogy egy, egy ház finál például, hogy hogy azért volt egy fiú kollégám, nem, nem, hát nem ő találta a meleg vizet, de arra tartottam, tudott beszélni egy idegen nyelvet, hogyha olyan jött, hogy a pátriárka, vagy mit tudom én, főrabbi, tehát valami eltérő vagy egy arab herceg, ilyesmi, akkor mindig őt küldtük. Mert van olyan közösség, ahol a nők nem igazán társadalmi szerepük nem ott van, ahol kéne. De, de sok, sok kapcsolatom ugye nagyon nem volt velük, de ilyen, minimumokra figyelni kellett. Jó. De ba, tudsz mondani olyan konkrét példákat, hogy mondjuk, nem tudom, használunk egy kifejezést, vagy egy mozdulatot, ami a mi világunkban elfogadott, de egy, egy másikban sértés, vagy szóval Igen, hogy, ez, gondolom ez, voltak ez, ilyen történetek. Persze, hogy rengeteg ilyen van, de például ami alap, és azt mindenkinek tanítom is, ugye mi azt mondjuk, hogy gyere ide. Uh -huh. És ez nagyon, pláne ez, nagyon sok kultúrában sértő mozgat. Nem tudom melyikben, hogy melyikbe, mert én se ismerek minden uh -huh. kultúrát, de mindig azt mondom, a legjobb, hogyha magam felé intem. Tehát nem fölfelé, hanem magam felé intem, és az az egyik kultúrában sem sértő. Aha, jó. Hát ez, ez akkor Ez például egy, ilyen. egy, egy, egy egyik ilyen példa. Igen vagy asztali kultúránál is, hogy ugye az asztalnál, hogy eszik az ember. Hát ott is ugye ezer kultúra van, hogy a kínaiak azt a levest eszik a legvégén. Hogy egy kínai asztalnál az abroszon marad egy 10 forintos nyíl tiszta a hely, akkor a szakács már zokog, hogy nem izzadt az étel. Tehát ott le kell lenni az abroszt. Vagy elmegy egy arab kultúrába egy ilyen méregdrága beduin sivatagi túrára, akkor a beduin főnök, pláne, hogyha a fiatal szőkenő, akkor a szájába teszi a birka szemet. Mert ugye ott az a szokás, az ugye a kevés van használ. belőle. Ez meg azt tanítom, hogy ilyenkor, hogy ha már befizetted, akkor meg azt akkor el kell fogadni. egy Vagy nem, még el arra a vacsorára, de ha vagy, akkor már ott a helyi szokásokat kell tisztelned. És ha meg olyan, hogy amit nem szeretsz, azt meg nem szabad kiköpni. Ha már benn vagy, gyorsan nyerd le, kész vége. Tehát, <tos> <tos> csak mondom, tehát, de hogyha az ember tudja, hogy egy ilyen birkaszem várhat rá, akkor inkább nem megy el arra az eseményre. Tehát a helyieket nem bántom meg az, ahogy a saját kultúrámat erőltetem rá a befogadó kultúrára. Én egyszer vele futottam egy, egy komoly szarvas hibába, egy kínai delegáció érkezett, ahol dolgoztam, és egy olasz étterembe vittük előket őket. Spagettit kaptak, és azt szűrcsölték. Amikor, amikor 30 ember eszik spagettit és szürcsöli, elmondhatatlan. Borzasztó. Én nem tudtam megebédelni utána, de hogy ők ezzel fejezték ki azt, hogy ez íz lett nekik, és finom volt. Pontosan. Tehát a, a kínai például, a leves ugye az utolsó fogás, abból kiszürcsölik először a tésztát, és aztán meg úgy szürcsölve kiisszák. Ez náluk egy szokás. Tehát meg vagy a, vagy a böfögés például, az is olyan, hogy, hogy az a helyi szokás. Tehát az embernek ilyenkor nem kell csodálkozni. Egyébként még, hogyha nem spagettire vitted volna előket, őket is, akkor is szürcsöltek volna, mert az alapkultúrájukban az benne van. Uh -huh. Az első generációs kínai, az például köpköd, de a második generáció már nem köpköd. Tehát uh -huh. az, az attól függ, hogy éppen és a lényeg ebben az, hogy a, az intelligens ember, ahova megy, ott alkalmazkodik. Tehát a befogadó kultúrát tisztelem. Egyébként pedig, hogyha az érkezőnek vallási alapon levő szokásai vannak, azt meg befogadó félként is tisztelni kell. Hát erre éppen nemrég nem írtam, írtam le ezt a sztorit, hogy én most januárban elkezdtem úszni és járni, mert mondom, adjunk a testünknek. Hát ilyen szétsényi tudod, ez a <laughs> nem olyan nagy úszás. Szétsényi a, 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 egy száhozának a, a úszodájába járok, és... Hát ott már koronbeli csajokkal ottan domálgattunk, bejöttünk még a végén a gyakorziba is, és megjelent egy jóképű magas férfi, és mögött egy fe fekete hajú, nagyon szép arab férfi, és mögött a nő teljesen becsomagolt ilyen burkinibe. Tehát fekete kendővel, hosszújú, fekete-fekete ruha, fekete pamutnadrág és mezitláb, és bement a medencébe úszni. És akkor az lelkem egyik fel azt mondta, hogy görög. Hát ez, ez vallási szokás, ezt tisztelni kell. A másik fele meg azt mondta lelkemnek, hogy a medencébe. Mert a tengerparton el vagyunk, hát burkini, burkini kész. Csak a medencében nagyon furcsán nézett ki. Tehát de én de én hallgattam, mert tudtam, hogy nekem ezt tisztelni kell, mert ez vallási szokás, csak hát nem esett jól. Tehát magyarán, amit mondtál, hogy a szürcsol a kínai, hogyha kínaiakkal ülök le, vagy ennyire más kultúrával, akkor azt tudomásul kell vennem, hogy ott másképp lesz. Másképp lesz, tehát nem szabad elvárni mindjárt az európaiságot. Van egy szint, ami fölött már igen. De egy átlag szinten azért, azért tudni kell, hogy a saját kultúrgyökerüket nem tudják levetkőzni. Hát, van ez a híres történet, hogy itt Magyarországon egy japán talán cserediák, vagy valami ilyesmi árt, és ugye a magyarok szeretik azt mondja, hogy -e, még egy -e, ízlet, mindent elfogyasztottál, akkor még adunk, és ő pedig nem akar tudvariatlan lenni, ezért egyáltalán nem utasította vissza az étel, de re rengeteget evett, és a végén elájult. Tehát, hogy inkább igen. elájult, mint sem, hogy azt mondta volna, hogy köszönöm, nem kérek többet. Hát igen, mert a japánoknál borzasztóan náluk az, hogy valakit megbántani, az eleve teljesen kizárt a vallási valási alapokon például ajándékot is ki se bontják. Uh -huh. Csak megköszönnék, mert hogyha kibontják és átvillan, hogy nem akartam volna azt, amit tudom én éneklők az ajtóra, akkor azzal megbántanám. Tehát vagy például a japánoknál az, hogy egy fehér ember egy beteges testnedvet gyűjtöket egy textilanyagba és még el is viszi magával az orfújás, az náluk egy science fiction. Tehát ö, ők meg ezen csodálkoznak. Tehát, ö, de együtt kell élni a Földön. Ezért mondom, hogy, hogy a tudás az mindig hasznos, hogy megtanuljam, hogy van megyek, ott tudjam, hogy mik mi a szokások, mert együtt élünk a Földön. majd nem lehet elítélni valakit azért, mert ő nem, mert ő nem, papírba, nem fújja az orrát. Mert más kultúra, más a gyökér. Mert elítélem, mindig megítélem, hogy mitől olyan. Így szép a bábeli zűrzavar. Há hát persze, ez hát ezért szép. vagyunk együtt a Földön. Hát. Igen. Na, de most akkor egy kicsit így a, a nagyon hivatalos protokoll élettől távolodjunk el, és éljük nem a Nem is minden... voltunk benne, hál' jó? Istennek. Éljünk így, így, éljük így a mindennapjainkat. Most már nem tudom, a Tinder világában, meg ahogy az emberek megismerik egymást, vagy rendezvúznak, ott, ott milyen alapszabályokat húznám meg, amik érvényesek ha nehéz ehhez és... hozzászólnom, mert ebből én már kiöregettem. Mm -hmm. De azért van egy alaprendező elv, amit szerintem az is Tudja, aki nem tartja be, hogy az elegancia mennyire fontos. Tehát, hogy mit akarok üzenni, amikor én megjelenek. Hiszen az, az első benyomást 55%-ban a látott információ. Tehát elsőre csak érti, 55. 55. képernyőn keresztül 74, de egyébként 55 az első. És mi a többi? A 38 az a hang, hogy hogy beszélek, és hét csak a tartalom. Tehát a tartalmat az, hogy milyen hangsúlyjal mondom, más jelenthet hogy légy szíves, menj ki, vagy légy szíves, menj ki, más mondok. a hangsúly. Hogy milyen hangsúlyjal beszélek. Tehát azon kívül, hogy mit mondok, milyen, so sok. És ha rossz a hangsúly, akkor nem megyek vissza a tartalomra sem, mert nem értettem meg, vagy félreértettem. De leginkább a látott információ. És sajnos, ami a Tinder világban szerintem alapvetően megtévezte az embereket, hogy a korszellem utóbbi van az, hogy szexi, legyél szexi. Na most, ha te szexi vagy, akkor benne van a szóba hogy akkor nem kirkegált filozofiáról fogtok beszélgetni. Tehát mit viszek a vásárra? Nem megyek a pácaruhába, de ha kirakom eleve a bögyönfarom mindenem egyszerre, akkor nyilván azért találkozom vele, amit lát, hogy így mondjam. Tehát én, és ez most nem egy ilyen, ö, nem öreg asszonyos duma, hanem tényleg mindenki így értékeli, nem csak én. Tehát szex, a szex színek lenni önmagában nem elég. Tehát valami többet kell egyeniségemből, valami többet kell odavinni. És egy ilyen, ilyen elsőrand is világban azért kell visszafogottabban kezdeni, hogy ha a másikat is fölmérjem, hiszen az kettőn áll a játék, hogy a másik mit üzen magáról. És ha ott valami nem stimmel, akkor azonnal, vagy meg kell mondani, hogy akkor nem jött össze a dolog. Tehát nem szabad, nem szabad rászánni sok időt, mert kevés időnk van. Tehát az első benyomást kell úgy megválasztanom, hogy rólam beszéljen. Tehát ne adjak a korszellemnek, hogy bár én nem vagyok egy szexi típus, de azért úgy kell öltözködnöm, hogy elfogadjanak. Miért? Hát önazonosak legyünk. A önazonosak, a csak az önazonos, önazonossággal meg a, annak, hogy van egy picike kis határmesdjéje, ez a légy őszinte, légy azonos, a te világod, a te, te így csináld, mert az a te világod de akkor meg a többieknek kéne hozzád alkalmazkodni. Tehát a kölcsönösség benne van. Önazonos legyél, de legyen egy olyan kis türelmi zónád, hogyha a másik esetleg nem pont nem pont azt látja benned, akkor te azon tudjál változtatni. Tehát a tolerancia nagyon benne van a kapcsolatokban. Hát igen, aki Tinderem van, az lehet nagyon fiatal is, de lehet elvált, lehet érett korú már aki mondjuk már ebből a, mondjam, a gyakorlatból kicsit kijött, Nekik, nekik mit tudsz üzenni, ak akinek ez olyan idegen terep, meg úgy, úgy nehezen tud, tudja az izgatottságát, vagy az idegességét palástolni, szóval, hogy ez, az úgy mindent elvisz. Hát szerintem először is nagyon fontos dolog az egyenes derék. Mert ha összehúzom magam és úgy megyek oda, akkor két. Egyenes derék megemelt áll. Barátságos hasz kifejezés. hogy az egyenes, a, egyenes a derekam, akkor az önbizalom, úgy beszalad. Tehát, uh -huh. mert az önbizalom innen jön be, hanem csak egyenes derek, derékkal megy. Egyenes derékkal megy oda egy pozitív az kifejezéssel, azzal, hogy én vagyok a gyöngyszem, én vagyok a drágakő, nálam jobbat úgysem talál, jó napot kívánok. Tehát ezt belül kell mondogatni, mert ez más nem mondja egy darabig az embernek. És ha én az önbizalommal és mosolyan lépek oda, egyenes derékkal, akkor a másik érzi, hogy ez, ez valaki. Tehát nem csak besuttyant ide, hanem ez valaki. Vagy megijed és elmegy, mert ilyen is van, vagy pedig végre, végre van egy ember, akivel tud beszélgetni. Csak ez mind a kettő partnernek vállalni kell az, hogy, hogy hát leülünk. Hát ö, első randi, nem tudom maga, hogy van ez, ezzel, tudja, engem ez annyira zavar, de hát látom magam, biztos már volt ilyen ember, látszik az önbizalmat. Valahogy kinyitom a másikat. Tehát fölmerem vállalni azt, hogy hát első randi, elég hülyén érzem magam. Tehát valamit től, hogy a másik embernek és ne csak egy tárgynak. Gondolom ugyanilyen fontos, ha már az önazonosságról beszélünk, hogy olyan helyekre, lehetőleg olyan emberekkel, akiket már ismerünk, vegyük körül magunkat, ami önazonos, vagy, vagy ami kellemes, meg, meg jó érzéssel tölt. Tehát Ilyen. nem akitől félünk, vagy Nagyon tartunk. sok ember ez nem meri meglépni. Igen nem meri meglépni, már hát ismerem már 40 év, de már, már megörülök tőlem, mert és akkor inkább tűröm, mert már 40 évet tűröm a társaságába. Az embernek meg kell tudni választani azt, hogy ki kell érzi jól magát. Azokhoz viszont ragaszkodni kell. Tehát az nem bűn, ha valaki valakivel megszakít egy barátságot például. Hiszen valami miatt az már, az már nyögvenyelős volt, vagy megalázó volt, vagy nagyon kihasznált, vagy én, tehát valamitől az nem volt jó. Az beteges kapcsolatot nem szabad tovább vinni, az, az, az életünkből megint elvesz egy kicsit. Én már nagyon takarékoskodom az időmmel, meg az életemmel, és nem szabad csak azért, hogy mások mit szólnak. Azért nem szabad csinálni dolgokat hanem hogy én este, amikor eloltam a lámpát, akkor visszagondolok, hogy mit csináltam, hogy én tudjam, hogy azt én jól csináltam. Hmm. Mit gondolsz a változásról? Mert azt hiszem, az emberek nehezen váltanak, nehezen változtatnak, a berögző dolgok visznek mindent, vagy sok mindent. Hogy, hogy te jó dolognak gondolod a változást? A belögző dolgok azok tulajdonképpen egy védelmet adnak, szinte ilyen, ilyen kicsit ilyen autista módon, hogy akkor nem lehet baj, ha azt mindig ugyanazt csinálom, viszont vannak, amikor kötelező váltani. Például valakinek megszűnik a munkahelye. Ha olyankor leül és elkezd sírni, úristen, mi lesz velem, és hónapokig csak pihen, akkor az már nem jön magát. Tehát azonnal lépni kell. Ha valami, az ember valamivel egy, valakivel egy rossz dolog történik, Persze van egy kvázi gyászidőszak, hogy ez a munkám ugye vége lett, hogy elküldtek, vagy valami, de utána minél hamarabb, tehát egy héten belül, egy héten belül lépni kell tovább. Elmenni, keresni, nézni állásokat, ízen, tehát valahogy senki nem fog, a, senki nem fog kihúzni engem a gödörből. Tehát valahogy nem szabad arra számítani, hogy valaki majd segít, mert hát ha nem. Tehát az embernek saját magának kell tudni, hogyha valami negatív volt, abból, abból igenis nyomás alatt nő a pálma, abból még lehet valami pozitív is. Most nem akarok magammal viselkedni, de amikor engem 99-ben egy nap alatt mobiltelefonon elküldtek az életem munkájáról, én, ez egy pénteki nap volt, hétfőn én már kedden mentem fejvadászokhoz állást keresni. Tehát nem hagytam magam, hogy most itt most nyalogatom a sebeimet, hanem egyből kerestem, hogy mit tudok csinálni, hova tudok lépni tovább. Mert att, attól, attól van az életem, hogy, hogy az ember tovább lép. Tehát a változás, jó tud tenni a változás, hogyha az illető is akarja, ha meg akaratán kívül érten, akkor meg hozza ki belőle a lehető legjobbat. Mert valamire valami mindig jó. Úgy érzem, hogy, hogy nagyon sok ember vagy a, a múltban él, tehát azt mondja, hogy jaj, régen minden jobb volt, vagy vaj, jaj, amikor fiatal volt, azt hogy nosztalgiázik, vagy pedig e, fél a jövőtől, bizonytalan a hogy mi fog történni, csak közben pont elmegy az élet, mert amivel foglalkozni a kéne, a jelen, az nem történik meg ezzel egyetért. Ezzel azért értek egyet, mert a korombeliek, hogy megtalálnak azzal, hogy bezzeg a mi időnkbe, meg hogy akkor milyen jó volt, meg akkor még három van volt a kenyér, meg a régi szép világ. Mondom, hát azt túléltük, az elmúlt. Most ha az állandóan ahhoz nyúlsz vissza hasonlítgatni, hogy akkor milyen volt, én benne nem veszek elő régi fényképeket sem, mikor kamaszkorom, vagy kislánykorom voltam, mert, mert, mert vagy még fiatal asszonykoromtól se nézek vissza a képet, mert nem akarok elszomorodni, hogy én meg most már hogy nézek ki. Nem szabad a múltat állandóan vissza, tudomásról kell venni, hogy megvolt, hiszen abból építkeztünk de nem szabad csak arra visszagondolni, hogy bezzeg akkor milyen jó volt, mert akkor, az, akkor a mostani napod úgy, ahogy van, elveszik, ahogy mondtad, hogy a napot kell megélni, a kárpediem, a, a napi örömöt kell megélni. És hogy jövőre, ugye kinek kit, mit tud tervezni? Tehát a tervezés olyan dolog, hogy az ebben örömet okoz, hogy majd akkor ezt fogom csinálni, meg azt fogom csinálni. Ebben van, van egy kis pozitív töltés a jövőre való gondolás. De a megélni azt a napot kell. én, én szerintem, mert elfogy, higgyék el nekem, hogy elfogy. Na minden elfogy. Igen, már. igen. A beszélgetésünkből is jó néhány perc elfogyott, és azt nem, nem jön vissza. Mert újra lehet nézni természetesen, de, de hogy ez, az, ugye mégsem ugyanaz. Igen, ezek nagyon fontos dolgok. És a, a, mantrában hiszel? Tehát az, hogy mit gondolunk, vagy, vagy mit ismétlünk magunknak, az, az Pozitív legyen? Én ebben olyan nagyon nem hiszek. Biztos, hogy van, akinek ez segít. Uh -huh. Biztos, hogy sokan, sokan ez agykontroll meg megtalálják azt a támpontot, ami alapján tovább lépnek, és én ezt nagyon értékelem. De én nem ilyen típus vagyok. Én valahogy az egész életemben adhok éltem, tehát adhok döntök el dolgokat, és utána azt mondom, hogy ennél jobban senki nem tudta volna megcsinálni, tehát én valahogy önmagamban hiszek, valószínűleg egyedül élek, valószínűleg emiatt alakult ki bennem ez a hozzáállás, de akinek kell a támasz, kell a mantra, kell a jóga, kell az agykontroll, tehát kell neki külső segítség, az ne szégyellje, hanem örüljön annak, hogy van olyan segítség, amit ő hittel elhisz. Uh -huh. A, ugye az élet szeretetéről beszéltünk, sok, sok minden elhangzott, az élet tisztelete, tehát az, hogy, hogy tényleg, hogy, hogy viszonyulunk embertársainkhoz. Sokszor van, hogy kimegyünk az utcára, és ahogy ott az emberek bánnak egymással, vagy akár egyébként online, ahogy egymásnak tudnak esni, és amilyen szavakat használnak. Tehát az a, a közbeszéd stílusa mennyire sokat adhat a hangulatunknak, és mennyit elvehet belőle? Sajnos ez, ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, hogy ennyire eldurvult az életünk verbálisan is, meg nonverbálisan is eldurvult az életünk. Valószínű, ez a, ez a bizonytalanság, pénzhajhászás, nem tudom, hogy mi ennek a konkrét oka, de az utóbbi évtizedekben nagyon-nagyon romlottak a, a közbeszédünk és a közmegítélésünk. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy már úgy vagyunk megcsinálva, ha látunk tíz embert, abból kilenc normális, egy megdurva, akkor azt mondjuk, hogy ezek. Pedig az emberek alapvetően nem ilyenek. Csak van bennük nagyon olyan, nagyon kirívóan rossz, és az ember azt hajlamos általánosítani, pedig ez nem így van. Hát én tanulja vagyok, mit tudom én, megyek a békába, és akkor fölszáll egy sokszoknyás néni és egy ilyen fest, fest, szobafestős ruhás férfi, hogy üljön le, le néni. Azt mondja, egész nap ültem. Azt mondja, mi, börtönbe volt? Tehát a, az emberek alapvetően normálisak, meg tényleg szeretnek egymáson segíteni, átadja a helyét. Hogyha meg nem akarsz, mondom, hogy hogyan átadná a helyét, mert fáj a lábam, és akkor átadja. Tehát oda-vissza működik. A durvasággal viszont nem tudok, akkor nem tudok, pláne mit kezdeni, ha ez arztalan. Tehát, hogyha név, fénykép nélkül állnéven, oda mond valamit a virtuális térbe, hogy én most oda mondta, hát az egy nulla, az egy erkölcsi nulla, azzal nem szabad foglalkozni. Tehát a, 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 nem akarom elmondani, hogy én nekem egyszer, amikor meg a Facebook jobb, Facebookom nyilvános volt, akkor jö, nekem is jött be olyan komment, hogy én csak néztem, hát jót kacagtam rajta, mert elköltségi életemet minősítette egy bizonyos rövid szóval. Tehát amit én rá még soha nem mondtak, na mindegy. Plusz még az, hogy vénkomcsit. Hát így jött össze a dolog. És azon, az, amit elkezdek neki válaszolni, akkor az olaja tűzre, és akkor még durvább lesz hanem töröltem készvége. Hát nem szabad, a virtuális térben legalább annyi szabadságom van, hogy nem veszek róla a tudomást. Mert ha nem veszek, az a legnemesebb bosszú hogyha nem veszek róla a tudomást. Élőszóban persze nyilván más, mert az emberek nem ennyire durvák, mint a virtuálisban. Élőszóban ott van mögötte, tehát akkor látják, akkor nem annyira durva. Ha meg igen, akkor csak azt mondom, hogy viszontlátás. Tehát ne tántán, vagy egyszer egy, egy jeepben gyip, ült egy nő, és a jeep mellett állt egy ekkora férfi, és a taxisomat illetlen szavakkal, tehát a festék lejött a kocsiról konkrétan, és mondtam neki, hogy bocsásson meg, uram, egy hölgy előtt hogy tud ilyen csúnyán beszélni? Meg beült a kocsiba elment. Tehát az embernek kezelni kell tudnia. Persze, hogy elkeserítő, meg tényleg szomorú, és, és nagyon sokat hallok ilyen nagyon durva beszédet, bár én inkább olyankor arrébb megyek. Az a szörny, amikor fiatalok kezdik el a vazé, vaze, 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 eh, hogy már fiatalon is kopik a mert minden helyett az elből, meg Tehát én a tanárként azt mondanám, hogy akkor most mondd ezt magyarul. Tehát csak rászólnék. Eh, én inkább a nyelvi elszegényedést érzem tragikusnak mögötte. Hmm, hát te most nagyon komplex választottál természetesen. De hát azért ezek a, a trollok, ahogyan mi szeretjük őket hívni, azért benned is maradt egy icipici tüske, annak ellenére, hogy törölted rögtön, tehát hogy az arc nélküli eh, kommentek, de, de hogy azért ezek milyen károkat tudnak okozni, és akinek mélyre megy az, az hogy tudja földolgozni? Nem volna szabad mélyre engedni. Mm -hmm. Tehát én például úgy oldottam ezt meg, mert, mert, mert persze, elsőnek nevettem rajta, csak, de csak vissza-vissza hogy azóta zárt a Facebook oldalam. Csak az ismerősök láthatják. Uh -huh. És ezáltal kizártam azt. Tehát aki nem akarja, hogy csámcsongjanak, megszóljanak hozzá, az, az egyszerűen ne tegye ki, vagy, vagy tegye zárta azt a, azt a közlését. Nagyon sok YouTube-adásnál is nincs lehetőség kommentelni. Uh -huh. Kész, ennyi, lezártam. Igen. Tehát a védekezés ez ellen van. Amit soha nem szabad csinálni, hogy reagálni arra, amit éppen mondott a másik, mert akkor attól ő csak boldog lesz, és még durvább lesz. Arra is emlékszem, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig az, hogy, hogy valaki a politikáról beszéljen, az, az, egy nem létező dolog volt. Most pedig annyira átjárja a, a, a mindennapjainkat, hogy pár perc alatt mindenki elkezd politizálni. Teljesen pártástól függetlenül mondom ezt most, de, de hogy, 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 hogy régen ez kifejezetten nem lehetett a társalgás témája. Valószínű abban a átkos Moszkvita bolsevistában, valószínű azért nem is beszélgettek róla, mert hát ha a másik besúgó, talán ilyen is lehetett mögötte. De so, ahogy te is mutatod, hogy zajlott az életünk, tehát rengeteg minden más is történt velünk. Most viszont ebben a virtuális világban, ugye, hogy este tévét nézünk című családi program, az emberekre akaratlanul rakódik a politika, óriás plakátok, meg egyszerűen ömlik a politika az emberekre, és sajnos nem az agyukra, hanem az érzelmükre hat. És érzelmek alapján lett jobbos vagy balos és nem tudja, hogy miért, de utálja a másikat. Hát családok esnek szét, barátok, körök esnek szét ilyen hülyeségen. Mert ez tényleg hülyeség, mert ő, ha balos vagy ha jobbos, ő nem viszi az ászót, hanem csak kommentálja, időnként oda néz. Én például van egy nagyon aranyos barát, baráti házaspár, imádom őket, nagyon kellemes emberek, más politikai állásponton vannak, de tudjuk, hogy erről akkor nem beszélünk. Na. Ha ne egy Isten valamelyik fölvet, hagyjad ezt már, el, mert inkább fölösleges, mert ezer már könyvek, koncertek, ezer más téma van. Csak ez azért kell valamennyi intelligencia att attól, a attól a csoporttól, amelyik ezt elkezdi. Sajnos mondom, a politika úgy szakított szét bennünket, hogy nem politizálnak az emberek, hanem gyűlölik egymást emiatt. Nem is tudják már, hogy miért. És azért ebben van valami katasztrófa, valljuk be őszintén. Én nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, mert az élet szeretetről és az élet tiszteletéről szerintem sok mindent ha, ha, ha nem is tanultunk, de de emlékeztettél minket arra, hogy mi a fontos és a lényeges, és ezt nagyon köszönöm neked. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál. 986 manna FM élet, öröm zene! Iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt, hogy azonnali értesítést kapjatok legújabb tartalmainkról.